bajnoki címvédő, az ezüstérmes, a tavalyi ezüstérmesse játszik, és ez ugye, ha nem csak papíron, reméljük, a pályán is mindenképpen méltó lesz majd a két csapat közelmúltjához, régmúltjához. Beadás, Boadlát választja. Jovanovic és Varga összjátéka lett volna, nem csúnya, hogyha összejön, de még mindig ott a lehetőség. Jovanovic, gól! Tisza, nincs les, középre mutat, erős játékvezető. A 12. perc, a 11. perc végén vezet a Debrecen. Már a Varga Jovanovic kényszerítőzés, ami nem jött össze, nagyon százalékosan akarnám kifejezni, csak úgy ma körülbelül 80%-ot. Ez pont elég volt íme arra, hogy Jovanovic azért megkaparintsa a labdát, elrúgja keresztbe, és hogy ezt lövésnek számított, vagy passznak, ezt talán ő tudná egyedül megmondani, de mégis teljesen mindegy, azt gondolom. Koltai, még ez is jó, ott a csúsztatás! Korhut. Kockázatos volt, de az egyetlen megoldás, mert Martínez érkezett Korhut mögött. Völgyi kanyarintja a kapu előtt, derébe a labdát mellé! Mert az is igaz, hogyha utat talált volna a labda a kapuba, akkor sem gól, mert az asszisztens jelezte már, hogy les. Koltai. Ott a fejes! Priskin csúsztatott. Bódi, rárúgja! Hát legalább a kaput eltaláló lövést láthattunk. Kocics védett. Andrisben a 16-oson belül, Andris beteszi a labdát, és kitolják a debreceniek. Bódi nem jut messze, Wolf! Az ő labdájába pedig bele tud fejelni Korhut. Még egyszer Andrics beadása. Rudolf. Ott a fejes, Novakovic érkezik. Fájdalmasan rogyott össze, itt van Rudolf beadása. Emelkedik Priskin. Uha. Wolf felé száll a labda, aztán Bódi, Wolf elfejeli előle. Pátkai kvalitájá, ott a lehetőség, és kapufa! Kimarad! A legnagyobb győri lehetőség! Pátkai! Mindez a 84. percben. Szakály, ott a lehetőség, tovább tolja Buadla, 11-es. És Wolf kap egy sárga lapot. Szakály Péter beáll, és az első megmozdulásával eldöntheti a találkozót. Szidibe, Kacics pedig megfogja a büntetőt. Így aztán nem dől el a mérkőzés. Schwab rúgja vissza. Máté, Koltai fölé. Rudolf közben a labdával, de azért várjuk még meg, hogy mi történik. Rudolf! Novakovic. Andrić. Próbál elmenni, ott a belőtt labda szöget. A Debrecen tehát idegenben le tudja győzni a Győr együttesét.